Bréko, Bréko! Halló Vétel, halló YouTube, Unibet csatorna. Itt van Bereznai Dani rázókőben, akinek van mikroportja. Neked meg nincsen. Egyetlen feladatod volt, és csak úgy, mint az előző héten... Nem hoztam. Ezt a küldetést elbuktad. És nem tudom, hogy nem hoztam, vagy nem találom, mert a kettő között vagyok. Ami lényeg az az, hogy mikroport helyett én egy ilyen kis mikrofonnal érkeztem most a Danihoz, hiszen jövő héten indul a Forma 1-es szezon, és hát arra gondoltam, hogy elkezdek edzeni, trenírozni magamat. Jó fedő sztori, ha megtaláljátok, kommenteljetek. Szerencsére minden zárva, szóval nem is lehet bevásárolni. Küldjetek mikroportot, igen, de hát ha esetleg oda lehet meg férni Hamilton az Vettelhez, néhány hét, néhány hónap múlva lehet a helyszínre utazni, mert egyelőre nyilván nem lehet. Ez is szomorú dolog, de ennek a résznek is van egy szomorú apropója, hiszen... Elmondjuk nekik? Hát elvassuk nem tudom, én félek. Nem tudom, mit fogunk kapni, az a baj a komment szekcióba, de ez az utolsó rész. Vége. 39 rész, és ezzel vége a sorozatnak. Vége a szezonnak. Tehát, hogy mi nagyon szerettük Danival, legalábbis én szerettem, hogy ő mennyire azt mindjárt elmondja. Jó volt itt veletek, és tényleg köszönjük azt a megtisztelő rengeteg figyelmet és kommentet, de ennek most itt vége szakad. Ez az utolsó epizód. De! Csak az első szezonnak! Bazinga! Bazinga! Folytatjuk második évaddal, és csak a cím változik, semmi más. Mi ketten itt ülünk a szobámba, szimulátorozunk, szakértünk, megy a rázókő, ráz a rázókő. De jó ég! Dani túltolta a cuccot. Megértem egy energiait. Szóval, hogy igen, nyilván elpróbáltuk ezt elvicceskedni, de ez az első évad utolsó része csupán, mert hogy a következő héten már a második évad első részét láthatjátok itt az Unibet YouTube csatornáján, hiszen, ahogyan ígértük, a következő hétvégén indul a Forma 1, ezt nem még ígértük, de ez így lesz, de akkor ugyanazt a tippelgetős játékot eljátsszuk majd, mint az előző évad elején. Amiben csúnyán Máté, azt hiszem 4-2-re veszted. Az nem csúnya. Az nem olyan csúnyán. Csúnyán kikapott. Az nem csúnya, de van törleszteni valóm. Köszönöm, igen, hogy van törleszteni valója. Ugyanazokat a kérdéseket fogjuk egy-két módosítással feltenni, mint egy évvel ezelőtt, ki az év meglepetése, ki lesz a bajnok, stb. És erre fogunk Mátéval válaszokat adni, és egy év múlva, vagy a szezon végén majd jó lesz visszanézni, és látni, hogy a Daninak 2-0. Na jó, ne szaladjunk ennyire előre. Ebben a részben fogunk hamarosan szimulátorozni, méghozzá hol máshol, mint Bahreinben vezethetnénk majd azt a bizonyos virtuális autót, de előtte picit beszéljünk a tesztekről, hiszen amikor a legutóbbi részt készítettük Danival, akkor túl voltunk már az első napon, és nem véletlenül adtuk az előző epizódnak azt a cover leírást, hogy Mercedes dráma, és nyilván ebben volt egy kis él a részünkre, egy kis irónia, de most mindenhol ezt olvasom, hogy úristen, tényleg Mercedes dráma van? Te atya úristen, mi lesz Hamiltonnal? Ideges az autó. Ki izgul? Szerintem amúgy minden eddigénél jobban izgulhatunk. Az a becsapós idén, hogy ugye, ahogy a fotósok sem, a szakértők sem, nagyon limitált helyre lehet elsétálni fizikailag egy pálya környékén, és kevés ember is tartózkodik kint a pályán. Ugye a tavalyi téli teszteken még te is kint voltál, én is kint voltam, szemmel láthattuk az autókat kanyarról kanyarra, rengeteg akár csak kis telefonos vagy másfajta eszközzel készült videófelvétel készült, amiből tisztán lehetett látni, hogy még ha le is van csavarva a merci, még ha túl is van tankolva, jól viselkedik a pályán, biztos, hogy jó autó. Idén szerintem az információk kicsit kevesebbek, és idén ugye kevesebb nap is áll rendelkezésre, és még mindig nagyon a tesztek után közel vagyunk, hogy így fogalmazzak, és éppen ezért, mivel a Mercedes egy kiugró etapot nem ment, egy kiugró köridőt nem ment, ezért láthatjuk ezt, hogy ez lehet, hogy biztos altatnak, biztos, hogy több van a tarsójukban, mint amit mutatnak, mert ez mindig így van, de talán most van a legkevesebb, és nekünk már az is elég lenne, ha csak kicsit szorosabb lenne. Nem feltétlenül azt kérdőjelezi meg senki, hogy ők a legjobbak, vagy majd a bajnoki címért harcolnak, csak tudjátok, egy másodperccel legyenek polvan, és ahogy eddig látszódnak a dolgok, a Red Bullnak a szezon elején
amíg ők tökéletesen teszteltek, és lehet, hogy tökéletesen indítanak, akár egy kis előnyük lehet, amit valószínű, ha korrelál a Mercedes, hamar behoz, hamar visszatámad, stb., de hogy egy új helyzet azért megteremtődhet. Én hiszek benne. Nem tudom, te hogy vagy vele. Szavazzatok Danira. Egyébként hasonlóan vélekedek arról, hogy ha van év, amikor mondjuk a Mercedes-t el lehet kapni csapatilag, tehát a konstruktúri bajnokságot tekintve, akkor az ez lehet. Köszönhetően annak, hogy valóban itt a téli teszteken talán önmagukhoz képest, meg az előző évekhez képest is valóban egyel gyengébb teljesítményt nyújtottak, és a másik oldalon pedig ott van egy Red Bull, ott van egy bajnokaspiráns, mindig bajnokaspiráns Max Verstappen, akit csak az autója tart vissza attól, hogy eddig nem volt világbajnok, és az a Perez, aki szerintem az eddigi legjobb választása az elmúlt esztendőket tekintve a Red Bullnak, és úgy tűnik, hogy jó a kohézió kettő között, és hogy Perez nagyon gyorsan rá is érzett a Red Bullra, tehát majd egy hét múlva megszavazzuk ezeket a dolgokat, ugye visszatérünk nagyon, erre konkrétan. Ez nehezebb szavazás lesz azt szerintem, tuti, mint tavaly. És nagyon sok ilyen azt olvasom, és én is e felé tendálok, hogy ez lehet a hibridéra legszorosabb idénye, majd utána a szabálymódosítások következtében valószínűleg megint lesz egy domináns csapat, szóval, hogy hát ez egy érdekes átmeneti szezon lehet. Néhány gondolat még a tesztekkel kapcsolatban, ami nekem föltűnt, például említettük, hogy a Mercedes ideges autóval rendelkezik, illetve hogy a Red Bull mennyire stabil volt, a Honda nagyon jól teljesít az Alfa Taurinál is, tehát Yuki Tsunoda, aki egy külön történet ebből a szempontból, szerintem zseniálisan mutatkozott be. Konkrétan volt olyan nap, amikor csak Verstappen előztem meg Yuki Tsunodát, és oké, okay, más beállítások, stb. Stb. Na de azért újonc versenyzőként rögtön a Verstappen mögé kerülni és a második leggyorsabb kört autózni, az szerintem szenzációs. Ráadásul úgy tűnik, hogy az Alfa Taurinak a megbízhatósága is tökéletes, ami egy kicsit negatív, és akkor nyilván jöhetnek a kommentek, hogy a Máté utálja a Fettelt, ami nem így van, de hogy az Aston Martin önmagához képest, vagy ahhoz a hatalmas délrel durral való beharangozáshoz képest, nekem egy picit csalódás volt a teszteken, és jönnek az összeesküvés elmélet hívők, gyenge a Merci? Gyenge az Aston Martin? Nem. Van összefüggés? Igen. És akkor Bahrain első dobogó, Hamilton, Vettel, Stroll, ez lesz majd egy hét múlva. Viccet félretéve, ez volt még, ami szemet szúrt, illetőleg, hogy hátul sajnos, vagy nem sajnos, de nem nagyon lesz változás, tehát továbbra is a Williams és a Haas két-két versenyzője vív majd áldás csatát azért, hogy elkerülje az utolsó rajtkockát. Alonsoék meg ilyen középen. Szokásos Renault, hiába igen, nevezték át őket, semmi nem változott. Megy az ígéret, ez lesz az az év, tanultunk, építkeztünk, és ugyanúgy, míg ránézésre is egy baromi unalmas, kis tipikus középcsapat vagyunk. Igen. Bocs, Renault, nem hozzátok igazolok el sporton, azt hiszem, hogy ezt meghalljátok. Ajaj, lesz itt. Amúgy mindig szépen fejlesztenek évközben, és évvégére ugye, pont mindig évvégére gyújtják be ezt a reményt, ugye? Tavaly ez volt tavaly is, Ricardo esetében. És egyszer, de amúgy a Red Bull évekig ezt csinálta, hogy mindig évvégén és a következő év, és ugyanúgy visszaestek, most a Renault is talán így ütemezi a fejlesztéseket, hasonlóan, mint akkoriban a Red Bull, hogy tovább elhúzzák az előző évi fejlesztéseket, és mindig egy kicsit visszalépnek, és nem tudják folytatni azt a meglepetés faktort, amit építenek az előző szezonban. És akkor zárásként csak egy gondolat a Ferrariról, talán őket hagytuk ki, főleg a nagy csapatokat tekintve. Carlos Sainz nyilatkozta azt a Ferrari újdonsült pilótája, hogy ő nem hiszi el, hogy a Mercedes csak ennyire képes. Ő elég régóta van már a Forma 1-ben fiatal kora ellenére, hogy tudja, hogy itt valami kis turpisság van csupán a háttérben. Illetőleg nagyon tetszett Binotto nyilatkozata, nem tudom, azt olvastad-e Dani, vagy közvetek kiolvasta, amikor megkérdezték a teszt során Binottót, hogy hogy érzi most két, talán egy picit hasonló kaliberű versenyzője van, ugye életkorban is közele van egymáshoz, Leclerc, illetőleg Sainz, és Binotto kiúzta magát, és azt mondta, már most, csupán ennyi hét alatt is elmondhatom, teljes bizonyossággal, hogy a két pilóta között sokkal jobb a kapcsolat, mint valaha volt Vettel és Leclerc között. Köszönjük, Binotto. Grazie. A csapatfőnöknek mindig az adott párosa a legjobb, hogy ha a Kvyat-Mazepin páros lenne a Ferrari-nek, Binotto azt mondaná, hogy a valaha volt két legjobb pilótája. Hát ha Mark zsenét kéne aktiválniuk, akkor róla beszélne ugyanígy. Tehát ez annyira egy ilyen Binottos nyilatkozat volt, de hozzáteszem, én szurkolok annak, hogy a Ferrari jobb legyen minimum, mint tavaly volt. Azt nem lesz nehéz mondjuk felülmúlni, de viccet félretéve tényleg bízom abban, hogy jók lesznek, mert mind a két versenyzőt
emberileg is, és pilótaként is nagyon szeretem. Jó. Máténak az lesz a nagyon nehéz, hogyha beszélni akar, olyan közel kell fogni a mikrofont. Szóval miközben szimulátorozik, én néhány nehéz kérdést felteszek, majd még nem tudom mi, mondjuk kedvenc étele vagy hasonló. És akkor el kell engedni a kormányt. El kell engedni a kormányt. És hát így is tudjátok, hogy nem ő a legélesebb kés a fiókban, hát még úgy. Nézzük. Legélesebb kés, mármint nem a legjobb. Szerintes hülye vagyok? Na, hát most, hogy beharangoztuk ezt a kis szimulátorozást, arra gondoltunk, hogy még nem fél kézzel, hanem két kézzel, normálisan megyek egy gyors kört Szahírban, ezen a kis homokos pályán, és aztán összehasonlítjuk majd a kettőt? Nagyjából ez a cél, vagy hogy fog ez kinézni? Nem, igazából 50-esre beállítottam a mesterséges intelligenciát, és megnézzük, hogy az a kör mire elég. Már láthatjátok, miközben beszélünk, lesz spoilerezem, egy 1.30.0, és itt az 50-es AI 1.32.0-át ment, mint pole pozíciós kör, szóval két másodperccel Máté már gyorsabbnak tűnik, mint az 50%-os mesterséges intelligencia. Max Verstappen autójával fog versenyezni, és az utolsó helyről, mert dráma történt, nem tudtak elég üzemanyag mintát venni az FIA-sok, és kizárták őt az időmérőre, és akkor itt egy három körös kis bahreini futamot is szeretnénk bemutatni nektek, ahol két kézzel fog vezetni a Máté, de ha beszélni akar, akkor meg kell fogni azt a mikrofont, és nem így, az öléből fel kell vennie, meg kell fogni, és egy kézzel kell vezetni. Szóval majd próbálok mindenféle okos kérdést kitalálni, de induljon a móka, induljon a kacagás. Go, go, go! Betöltök neki egy autóbeállítást. Akkor Máté már autóban, két kézzel fogja a kormány, szóval most nem beszélhet. Ilyenkor konkrétan tiltott. Az utolsó helyről csak azt tudom neki tanácsolni, hogy az első kanyar rögtön a pálya leglassabb kanyarja. Érdemes egy kicsit korán fékezni, különben felökleled a versenyzőket. Alonzósan a külsívről próbálkozik a kormányt, szokás szerint nem nagyon tekeri. Máté, mi a kedvenc ételed? Rántott sajt, hasább burgonya, tartármártás, kovászta zsuborka! Köszönjük szépen! Kár, hogy nem szóltam a nézőknek, hogy kérdéseket fel lehet tenni. Itt a kanyargós részen azt szeretném kérdezni, miközben Giovinazzit próbálná támadni, miközben Russell ellen védekezze, hogy ki tudod-e mondani, hogy egy jamaikai jamaikai? Vagy... Mit? Jamaika a jamaiaké. Ez nem jó. Jamaika a jamaikaiaké. Nézd már. Hát megelőztek. Menj már innen, Georgie. Figyelj, két másodperccel lassabb az AI. Menj. De miért nem teszem le, azt nem tudom. Tudom, hogy egy asszisztot elfelejtettem. Máténak kell a DRS, kell a fuel, és kell az ERS assziszt is. Mert hát egy szezon alatt nem sikerült a küldetésünk, miszerint megtanítjuk őt vezetni. Nyomjad a gáz! Pronto! Ez egy három körös verseny. Sokáig tartott. Ügyes vagy. Máté a belső íben Racingor pingpongozik, és ő egyszerűen mindkettőt választja. Oda néz. 11-et előz, már a 9. helyre rangsorolja az FIA tévedhetetlen időmérő rendszere, úgyhogy az utolsó sor utolsó, leghátsó rajtkockájából kezdte meg ezt az eseményt. Vettel mögött van, és a kigyorsításon jobban is jön el, beteszi a belsívre, és egy kis milliméternyi helyet sem hagy kívül a német titánnak, ugyanis övé a pozíció, és nem fél használni, most viszont a Pirelli reklámtáblával rendezvúzik, és amit könnyen meg lehet nyerni, azt könnyen el is lehet veszteni, hát így lesznek a hősökből zírók, ahogy lettek a zírókból hírók is. Újra kezdjük. Kezdjük újra. Gyerekek, Jézusom. Azt hittem, hogy a direkt három körös futamot raktam be, mert úgy voltam vele, hogy úgyis majd néhányszor újra kezdjük.
100 éve nem szimulátoroztam, már tudod te is. És hogy ne legyen több mint 10 perc ez a szimulátoros blokk. De ha Máténak egy körös lenne a futam, még akkor is egy óra lenne az adás vágatlanul. Ez csúnya volt. De néha igaz. De igaz. Na. És kiasszanak a piros lámpák. The lights are out, anyway we go. It's a fantastic start to the season and let's get to the Magyar language. Máté középen van. And everywhere is autók. 11. vagy. Egy kis vágás, de ez nem probléma, végül is a papírt is vágni kell. A versenypályához miért ne vágjuk? Vettel védi a belsővet, Máté kívülre vált. És figyeljetek, most olyat fog kigyorsítani, olyat, leszakad a föld is, hát majdnem, de közeledik a szélárnyék, van a két kanyar között is, mindkettő. Máté éhes, Máté mindkettőt körbeautózná, de Vettel és Okon mindenféle probléma nélkül csatáznak, Máté bemegy a belsőre, de Vettel visszaelőz, viszont mivel egy gyenge szarként van beállítva, ezért Máté... Máté egyből visszatámadhat, de aztán újra visszatámadhat. És nyertem pozíciókat, hallod? Ez milyen rally volt itt közben? Kommentálni ez már nem lehet. Most a két Ferrari is ismerkedik a vörös kódú kaszni-val. És ugyanott? Nem, megfogja. Figyelj, olyanokat fogsz már meg, hogy igazából Ken Block az szerintem tőled vehetne leckét így 2021-re. Rögzítsük a tényt. Egy kör se telt el, és a hetedik vagyok utolsó helyről. Hát rögzítve van. Kihúzott a szélernyékből, hűti a motort és a fékeket, és besíven egy késői féktáv bedobja, és befordul. És befordul, hogy ne fordulna be, és innentől már áll a gázon. És a hatodik helyen Daniel Ricciardot, Sergio Perezt. Két ex-Red Bullos, bocsánat. Egy ex-Red Bullos és egy jelen Red Bullos pilótát üldöz. Akik még 2020-ban semmelyikük sem a Red Bullnál van. Na jó. Akartam valami okosat mondani, de nem sikerült. Túl gondoltad, ne haragudj. Igen. Hát én személy szerint gyorsabban parkolok az Ocean Parkolóban, mint ez a kanyarvétel. De nyilván két kézzel fogod az autót. A kormányt szoktam fogni, nem az autót. Az az igazság, ugye, hogy azt szokták mondani, hogy egyszerre több dologra nem tudunk koncentrálni. Na most ez igaz. Tehát, hogy néha ezt észreveszem magamon. Pont jókor mondod, pedig közeledtél. Nyomja, figyelj, a dobogó meg lehet. Fordulj, mehet a nagy gáz. Mehet. Használd ki a pályát. Itt egy kicsi fék, és engedve tempóban, lendületből. Itt mehet a padló, ez a rész, padló megvan. Így van, fék, késő csúcspont. Nem így tud, gáz. Szerintem meg lehet, amúgy ott van előtted a dobogó is még, nyilván az messze, de már egy-két pozíciót is jó lenne javítani. Jó? Nem viszlek el. Nem, flashback, nyomjuk nem, a flashback. Nem. Végig viszem. Igen. Megcsinálom. Jó. Megcsinálom. Figyelj, ez egy 360 fordulat. Ez egy fordulatos verseny. Hó. Micsoda humor. Képzeld el, amúgy egyik este a barátnőm kertjében találtunk egy borzot, és be is engedtük a... Hogy jön ide a borz? Hogy jön ide a borz az utolsó körben? Szóval, amikor a fordulatos... Figyelj, a pontszerző... Nem hiszem el. Ne! Flashback. Nem viszed ezt végig, úgy látszik. Szóval, de ezt gyönyörű látképet. Figyelj, itt menj, figyelj, és itt majd a gázt, itt adagold, nincs is flashback. Ez nem flashback. Szóval, hogy... Most mi van? Az a lényeg, hogy beengedtük a borzot? Nem, a cicánkat, hogy ne legyen egy borzalmas estéjük. Édes Istenem, és ezért buktam el nem csak a dobogót, hanem még a pontokat is. Dani, ez állatira volt. Hát figyeljetek, ennyire gázos a szitu, mi inkább maradunk szakértőként. Vezetni innen úgy látszik, én tudok. Egy olyan, lehet, hogy
olyan verse kellett volna, ahol nem hozod ide az állatvilágot. Bocsánat. Szóval lehet, hogy egy olyan verseny kellett volna, ahol nem hozod ide az állatvilágot. Nem? Hogy érzed így négy kanyarral a vége előtt? Hát azzal, hogy beültettelek a szimulátorba, már idehoztam. De figyelj, végig azt mondtad, oké, figyelj a féktávra, figyelj a kigyorsításra, a nyomatod, majd egyszer csak, amikor barátnémnél voltam, találtuk egy borzot a kertbe. Hogy? Hogy az azért, mert a fordulatos szóval, amikor elkezdtél pörögni, újabb szúvicek tömkelege jutott eszembe. Tudod, az evéstől jön meg az étvágy. Aha. Gyerekek, szerintem ez az epizód, ha itt lezárjuk, jól szimbolizálja az egész évadot. Hogy fordulatokban gazdag volt? Azt mondod? De jó megforgásokban? Volt. Nevetés, élvezet. Szórakoztatás. Igazából a feleséged még mindig nem érti, hogy neked ez a munkát. Hogy nem. Néha megnézi a részeket, azt elmész a Danihoz nevetni. Ugye ez komoly? Ja. De hát ugye a humor feltölt. És az endorfin, mint olyan, az is segít, főleg ezekben a mostani időszakokban. Úgyhogy ilyen életvezetési tanácsadással tudjuk befejezni ezt a részt, és azt, hogy azt hiszem a futamot én ma már nem fogom befejezni. Egyre jobban nézek ki, basszus. Viszont szerintem köszönjük a figyelmet, így az egész első évadot tekintve. Hova mondom? Ide? Oda? Szóval köszönjük, hogy velünk tartottak az egész első évadban. Ne felejtjétek, jövő héten jövünk a második évad első epizódjával, hiszen jövő hét végén már jön az első futam Bahrainből, a valóságból és Dani, illetőleg Máté típjeivel. Ha van kérdés tényleg, amit szeretnétek, hogy tegyünk föl, és mi eldöntjük egymás között... Úgy beszél magáról, hogy Máté típjeivel, nem az, hogy Dani és az én típjeimmel, Dani és a Máté típjeivel. Egyes szám harmadik személy, ez fontos. Nyelvtanúra van. Tudom, hogy otthon vagytok, mindenki otthon maradt, és otthonról megy az oktatás, tanulás, úgyhogy vegyük ezeket végig. Szóval... Buszról tilos rázok követ nézni. Otthon kell lenni, hogy ezt értsétek. Így van. Szóval, ha van kérdés, amit szeretnétek, hogy megvitassunk Danival, egy tipp formájában az egész szezont megelőzően, akkor tegyétek fel a komment szekcióban. Egyébként, aki esetleg a Dani csatornára tévedt az adás felvételekor, az olyat láthatott, mint soha Dani YouTube csatornáján. Igen, fel akartuk venni, ahogy a Máté játszik, és elindítottam úgy egy élő adást, hogy nem tudtam, hogy megy az élő adás. És rezgett a telefonom, 20 percig ment. És mondd el, hogy... Többen nézték. Köszönöm. Többen nézték, mint amikor próbálkozok. Egyszer voltam a Dani csatornáján, úgy, egyből rekord. Úgyhogy munkaidő van, érted? Otthon is. Ezt este megcsináljuk. Millió. Millió. Úgyhogy ezekkel búcsúzunk. Vigyázzatok magatokra, egyetek sok zöldséget. Találkozunk jövő héten. Sziasztok. Lesz mikrofonom addigra. Mikroportom. Igen. Itt még vannak videók is, a zoknim zöld. Csá! Édes Isten, borzot! Találtam egy borzot!